kicsit elmozdítottam így a cikkelyeket, van rajta egyfajta utómunka és egy pixelekre bontás. Különleges technikával készülnek Szabó Kristóf alkotásai. Ennek a képnek az alapja például egy pozsonyi házat ábrázoló fotó, amit a művész elemeire bontott, majd a részeket új koncepció mentén illesztette össze. A kiállított munkák fő motívuma a torony. Az ég felé nyúló építmények az elérhetetlen, az emberiség szűnni nem akaró fejlődési vágyát szimbolizálják. A művész ezúttal is fontos társadalmi kérdéseket fogalmaz meg az alkotásokon, amelyek részben a kapitalizmus egyre erősödő hatásaira mutatnak rá. Ez a dualizmus, hogy most keressük önmagunkat, hogy mi ez a kapcsolódási pont, hol lesz az, ahol így megtaláljuk azt az egységet, ahol tulajdonképpen fölmondhatjuk ezt a magasba vágyásnak a tematikáját, hogy elérjük azt az isteni szférát, ami igazából elérhetetlen. Hol lesz az a megnyugvási pont, ahol rájövünk, hogy nem tudunk mondjuk így magasabb építeni egy tornyot? Hol lesz az a megnyugvási pont, vagy az a pont, amikor rájövünk, hogy ez a fajta életmód már nem tovább folytatható, hanem egy másik fajta gondolatmenetet kell nekünk így követnünk? Az alkotások szándékosan haladnak a figurálisból az absztrakció felé. A festményeken főként a piros és kék színek variációi dominálnak, ami nem véletlen. A piros a hatalmat, az erőt és az embert szimbolizáló szín, még a kék a spiritualitást és a transzcendens minőséget jelképezi. A város és az épületek hosszú ideje fontos témái Szabó Kristóf munkáinak. A város ugyanis a 21. századi természettől eltávolodott ember egyik legmeghatározóbb közege, amely egyúttal az emberiséget fokozottan érintő problémák megjelenítésére is alkalmas. Társadalmi jellegű problémákról tudok gondolkodni, vagy mint például itt is, vagy pedig más egyéb jellegű problémákról, vagy az elidegenedésről, vagy a social médiának a hatásáról, vagy más-más hasonló. Tehát egy olyan formáról beszélünk, mivel az emberünk, az embert, az életterünk és az embert körülveszi, ezért egy nagyon erős dinamikát lehet vele kifejezni, és egyben a látványa az is egy nagyon izgalmas és érdekes, mert nincsen egy olyan városkép vagy látkép, ami ugyanaz lenne, és nagyon szépen lehet játszani így a festészeti kérdésekkel, akár a hard edge vagy a geometrizmusnak így a kérdéseivel, vagy pedig az absztrakciónak a kérdéseivel is. Szabó Kristóf Szuperajta című kiállítását október 19-ig láthatják az érdeklődők a Barabás Villa galériájában.